Actually, right now, most pedig, we'd like to introduce our first speaker. Szeretnénk bemutatni az első beszélőnket. I don't think there's a better way you could start a conference. Nem hiszem, hogy lehetne egy konferenciát jobban kezdeni. Than hearing from this amazing friend of ours. Ettől a nagyszerű barátunktól hallunk. He's started the pre-conference already. Már elkezdte a konferencia előtti konferenciát. And now we'll hear from Pastor Shibeli. Most hallani fogunk Pastor Shibelitől. Just before Pastor Shibeli comes, if you were a pastor, please come and occupy these seats up here. Itt a helyeket. Be close enough that you could get used in an illustration. Legyetek elég közel ahhoz, hogy illusztrációvá válhassatok. So come on up, some pastors, please. Gyertek, kérlek, pásztorok, if you look at your tag and it says pastor, come on up. Okay, nézd rá a kártyádra, ha az már ráír, vagy pásztor, akkor gyere, jó? Ilyen egyszerű. No, really, come on. No. Kérlek, gyertek, komolyan. If you're with a pastor who's not coming up, send him up here. Pastor mellett ülsz, aki nem mozdul, kérlek, kezd el böködni most, oké, jó? He says, I can't use this Bible. Azt mondja, hogy nem tudom, nem használhatom ezt a Bibliát. It's only for hitting people. Mert csak arra való, hogy ütni vele az embereket. Good evening. Jó estét. Isn't it great to be here? Nem nagyszerű itt lenni? Amen. Amen. Would you stand with me and kérlek, álljatok fel, open the 1 Peter chapter 5? Lapozzatok velem 1 Péter 5-höz. Okay. Rendben. 1 Peter chapter 5 verse 7. 1 Péter 5, 7. vers. Casting all your care upon him. Minden gondotokat őrá vessétek. For he cares for you. Mert neki gondja van rátok. Be sober, be vigilant. Józanok legyetek, vigyázzatok. Because your adversary, the devil. Mert a ti ellenségetek az as ördög. A roaring lion. Mint ordító oroszlán. Walketh about seeing whom he may devour. Szerte jár keresve, hogy kit nyeljen el. Whom resists steadfast in the faith. Álljatok ellene erősek lévén a hitben. Knowing the same afflictions are accomplished in your brethren that are in the world. Tudva, hogy ugyanazok a szenvedések telnek be testvéreiteken a világban. But the God of all grace. A minden kegyelemnek Istene pedig. Who has called us unto his eternal glory. Aki az örök dicsőségére hívott el titeket. After you have suffered a while. Krisztusban. Make you perfect. Miután rövid ideig szenvedtetek, ő maga fog strengthen, teljessé, erőssé, and settle you. Szilárdá és álhatatossá tenni. Father, thank you tonight. Atyán, köszönjük neked ma este. Help us, God, tonight. Segíts nekünk, Istenünk, ma este. Remove any distractions. Kérünk, távolíts el minden zavaró tényezőt. In our minds, az elménkből, anything that might be disturbing us in any way. Bármit, ami zavar bennünket bármely módon. Thank you that we can come. Köszönjük neked, hogy jöhetünk. To the God of all grace. Ugye minden kegyelem Istenéhez jöhetünk. We can give him our cares tonight. Hogy neki adhatjuk a gondjainkat ezen az estén. Just lift your hands to him and thank him. Emeljük fel a kezünket őhozzá, és adjunk hálát neki. Thank you, thank him tonight. Köszönjük neked a mai estén. Thank you. Köszönjük. We pray that during this time, imádkozunk, hogy these alatt, days that are before us, that we hear alatt, your voice. Az előttünk álló napok alatt, halljuk a te hangodat. Speak to us. Szólj hozzánk. Through your word. Te igéden át.
change us. Változtass meg bennünket. Thank you. Köszönjük neked. Thank you tonight. Köszönjük ezen az estén. For your grace. Te kegyelmedet. Thank you for your mercy tonight. Köszönjük a te irgalmadat ezen az estén. Which rejoices over judgment. Amely örvendezik az ítélet fölött. Thank you for today we can hear your voice. Köszönjük neked azt, hogy a mai napon hallhatjuk a te hangod. Thank you for the ministry and the church. Hálát adunk a szolgálatért és a gyülekezetért. You called us. Elhívtál bennünket. Thank you that heaven is our home. Köszönjük neked, hogy a menny az otthonunk. Thank you as we heard today in troublesome times. Hálát adunk azért, hogy ahogy hallottuk ma a viszontagságos időkben. We have Jesus. Megvan nekünk Jézus. We have the finished work. Megvan nekünk a bevégzett munka. We have the faithfulness of God. Megvan nekünk Istennek a hűsége. We have an eternal purpose. Van egy örök célunk. We have authority. Tekintélyünk victory and power. Győzelmünk és hatalmunk. We have the church, the body. Megvan a gyülekezet, a Krisztus teste. We have a message called the gospel. Van egy üzenetünk, amit evangéliumnak hívnak. We have a treasure in an earthen vessel. Van egy kincsünk cserépedényben. Thank you. Köszönjük neked. Thank you, God. Hálát adunk Istenünk. Give us an ear to hear. Adj nekünk halló fület. In Jesus' name. Jézus nevében. Amen. Amen. You may be seated. Foglaltok helyet. I was thinking arra gondoltam, so much about Pastor Schaller's message today at the lunch wrap that I found myself looking at my watch and realizing I hadn't spent a whole lot of time in the Bible. Olyan sokat gondoltam Pastor Schaller ma ebédrepen elhangzott üzenetére, hogy igazából aztán egyszer csak ránéztem az órámra, és azt találtam, hogy már itt kéne lenni, és nem töltöttem túl sok időt a Bibliámban. És amikor bemutatták az első prédikátort, akkor hirtelen nagyon ideges lettem. Kicsit megrémültem. Ami igazából nagyon jó tesz az embernek. And I thought, already? És arra gondoltam, már is? Am I even ready? Készen vagyok egyáltalán én? And it's just great. This nagyszerű portion of scripture. Az írásnak ez az írás rész. Has so much to say to us, this 1 Peter chapter 5. Annyi mondani valót tartogat a számunkra ez az 1 Péter 5. I was thinking today and I've spoke about this and it's such a key thought. A mai napon gondolkodtam erről és beszéltem erről, és I'm going to say tonight, I've got Satan's number. És szeretném elmondani ma este, hogy nekem megvan Sátánnak a telefonszáma. You know what that means? I got his number. Tudod, I'm not calling him. Megvan a száma, nem hívom őt. I just know what I know what he's trying to do. Nem hívom fel, de tudom, hogy mivel próbálkozik. I got his number. Megvan a száma. And I'm not calling him. És nem hívom fel. Amen. Amen. What would he like to do to you and I as believers? Mit szeretne ő tenni veled és velem hívőkkel? It says in 1 Peter 5. Azt olvassuk 1 Péter 5-ben. He's seeking. Hogy ő keresi. He's walking. Szerte jár. He's roaring. Ordít. And he's devouring. És elnyel. He's seeking. Keres. Then he's walking. Szerte jár. Then he's with his mouth roaring like a lion. Szájával ordít, mint egy oroszlán. And he desires to devour believers. Szeretné elnyelni a hívőket. As we heard today in these troublesome times. Amint hallottuk a mai napon ezekben a viszontagságos időkben. He walks about. Ő szerte jár. How would he like to devour you and I? Hogy szeretne elnyelni téged és engem? It's really very simple. Igazán nagyon egyszerű a dolog. We got his number. Úgy értem, tudjuk, az ismerjük az ő számát. Let me handle my own cares. Hadd bánjak én a saját gondjaimmal. Let me handle all the concerns of everything, my life,
my finances, hadd bánjuk my problems, én az összes ügyjel, aggállyal, dologgal, my anxieties, my worries, my health, my family, my job, a munkámmal. All these things that come. Mindezekkel a dolgokkal, amik the Bible jönnek, calls them cares. A Biblia úgy hívja őket, hogy gondok. David says the same thing in Psalm 37, three times. Dávid ugyanezt mondta a 37. Zsoltárban háromszor. He says, fret not. Azt mondja, ne félj, ne rémülj meg. It's a Hebrew word that means do not have a panic attack. Héber szó azt jelenti, hogy ne legyen pánikrohamod. Have you ever panicked? Volt, hogy valaha pánikrohamod. One time we were upside down in an airplane over the Sudan. Egyszer a Szudán fölött voltunk egy repülőgépen. I realized this was not really good. Fejjel lefelé repült a gép, úgyhogy felismertem, hogy ez annyira talán nem jó, ennek nem így kéne mennie. We were up the wrong way. Is this the wrong way? Néztem, nem a megfelelő irányba áll a gép. I said to the pilot after we landed. Leszállás után mondom a pilótának. Are you like loose in your brain? Mondom, valami baj van a fejeddel? I said, you saw that storm. Why did you go right into it? Láttad azt a vihart? Couldn't we go around it? Under it? Above it? Alatta vagy fölötte? He said, aren't you a pastor? Azt mondja, hát mire azt felelte? Talán nem lelki pásztor vagy? I said, yeah. Mondom, igen. He said, don't you trust God? Azt mondja, akkor nem bízol Istenben? I said exactly, but not you. Mondom, pontosan bízom benne, de benned nem. I realized we were close to panic attack. Felismertem akkor, hogy közel állok egy pánikrohamhoz. One man I was with was sweating so much I thought all of his water would be drained out of his body. Az egyik ember, aki velünk volt, az annyit izzadt, hogy azt hittem már kifacsarodik teljesen. I put my face in the Bible so I didn't have to look. Én beletemettem az arcom a Bibliámba, hogy csak ne lássam, ami történik. Pastor Dwayne was getting rid of his dinner. Pastor Dwayne éppen a vacsorájától szabadult meg. There was some very interesting things that were going on. Érdekes dolgok zajlottak. I learned something on that little trip. Tanultam valamit azon a kis úton. And whether they're large things or small things. És akár nagy dolgok, akár kis dolgok, amikről beszélünk. That Satan wants to devour my experiential Christian life. Sátán szeretné elnyelni az én tapasztalati keresztény életemet. By getting me to handle my cares. Azáltal, hogy rávesz, hogy én kezeljem az én bajaimat, a gondjaimat. For those of us that have a great privilege to pastor in the ministry. Mindazoknak megvan az a nagy kiváltságunk, hogy lelkipásztorok legyünk a szolgálatban. If you're not careful, ministry can overwhelm you, isn't that true? Ha nem vigyázol, akkor a szolgálat elnyelhet téged, nem? De igen. It can be overwhelming sometimes. Az elnyelheti az embert. I thought about this the other day and erre gondoltam a minap. Christianity began before I was born. A kereszténység már jóval azelőtt itt volt, mielőtt megszülettem volna. And they did quite well. És egész jól ment addig is a dolog. And when I go, it will continue. És mikor én kilépek a képből, akkor is tovább fog menni. I'm not going to take myself too seriously. Úgyhogy nem fogom magam túl komolyan venni. I want to give my cares to God. Szeretném az aggályaimat Istennek adni. All of my anxieties, minden all of my worries, all of my concerns, minden dolgot, ami all of my problems, all of my minden sins, problémámat, minden bűnömet. Not just the sins, but everything else. Nem csak a bűnöket, hanem igazán minden más is. I hurl it on God. Az egészet Istenre vetem. The word casting means you just get rid of it. Az a szó, hogy oda vetni, az azt jelenti, I want to come to this conference and I've hurled everything on God. I'm free tonight to be a receiver. Ezen a konferencián eljöttem, és mindent Istenre vetettem, és szabad vagyok arra, hogy elfogadjak. Amen. Halljátok, amit mondok? D.L. Moody was preaching one time and he had an 85-pound backpack on. Moody he was walking around like this. Prédikált, és a hátán volt egy 45 kilós hátizsák. And people were laughing at him. És így mászkált, és az emberek nevettek rajtam. You're not doing it, how come? És nem csinálom. People were laughing. Az emberek nevettek. He said, that's like believers. They're trying to walk with God with all of their cares. Azt mondta rá, hogy ilyenek a hívők. All of their burdens. Próbálnak Istennel járni, miközben hordozzák so the minden enemy terüket, minden problémájukat. Can devour me simply we're thinking the enemy is coming this way, he's coming that way. Úgyhogy az ellenség elnyelhet engem pusztán azáltal, hogy azt rávesz, hogy azon gondolkodjam, innen jön vagy onnan jön, és persze we're not ignorant of his devices. Nem vagyunk tudatlanok az ő tervei felől. But the simple way to devour me de a legegyszerűbb módja annak, hogy elnyeljen engem, is for me to try to handle my own life. Az az, hogyha én megpróbálom a saját életemet magam lekezelni. Hudson Taylor said, bear not a single care thyself,
For one is too much for thee, the work is mine and mine alone. Your work is to rest in me. Egyetlen terhet se hordoz, mert egy is túl nagy neked, az én, a munka az enyém egyedül, a te dolgod csak az, hogy nyugodj én bennem. And so the Bible says, be sober and be vigilant. Mondja, hogy légy józan és légy éber. That means I'm going to guard my mind. Az azt jelenti, hogy őriznem kell az elmémet. Mentally guarding my mind, be sober, be vigilant. Kell. Ott ébernek kell lennem és józannak. I'm going to guard my mind. Őrizni fogom az elmémet. From projections and reflections. És a régi bűnös természetnek a projections from the enemy and reflections from my old sin nature. Az ellenségtől és visszatükröződések a régi bűnös természetemből. And all these cares. És ezek az aggodalmak. What are you going to do when you get older? Mit fogsz csinálni, ha megöregszel? I hurl it on God. Az egészet Istenre vetem. Amen. Amen. What are you going to do about your social security? Mit fogsz csinálni? Mi lesz a társadalom biztosításoddal? I have eternal security. Hát, örök biztonságom van. I'm not worried about social security. Nem aggódom a társadalom biztosításom felől. What's going to happen to my kids, my children, my grandchildren? Mi lesz az unokáimmal? What about the church in these difficult times? Mi van a gyülekezettel ezekben a nehéz időkben? Casting all your care. Minden gondotokat. Upon God. Istenre vessétek. You know what a great exchange we have. Tudjátok, milyen nagyszerű cserénk van nekünk. I get all the grace, God gets all the cares. Enyém minden kegyelem, és az övé minden, Istené minden gondom. Amen. I get all the grace, He gets all the cares. Az enyém minden kegyelem, ő kapja meg az összes gondot. Wow, I'm free. Hát, ez engem szabaddá tesz. Jesus is in Mary and Martha's house. Jézus ott van Mária és Márta we know házában. The story so well. Ismerjük a történetet olyan jól. And Martha is just serving. Márta she thinks she's serving God. Azt gondolja, hogy szolgálja Istent. And she's running around the house and hey Jesus. Ő szaladgál házszerte és aztán hozzáteszi tell my Jézus. Sister, hey Jézus, mondd meg a nő, mondd meg a nővéremnek, segítsen nekem. I need help. Segítség kell. Did you ever cry out for help? Volt, hogy már segítségért kiáltottál? Need help. Segítség kell nekem. Help. 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 No. Segítség. Hey Jesus. Hey Jézus. You direct my sister to help me. Mondd meg a testvéremnek, irányítsd őt úgy, hogy segítsen nekem. She just became a part of the Trinity. Most éppen most avanzsált a Szent Háromság tagjává. Martha, Martha. Márta, Márta. You are careful and troubled about many things. Sok dolog aggaszt, sok dolog foglalkoztat. One thing is needful. Egy dolog szükséges. Mary has chosen the good part. És Mária a jó részt választotta. And I love this word. És tetszik ez a szó ott. It shall not be taken from her. Ez nem vétetik el tőle. Amen. Amen. Shall not be taken from her. Nem vétetik el tőle. I'm not gonna let all the cares take away fellowship with God. Nem fogom hagyni, hogy a gondok elvegyék tőlem az Istennel való közösségemet. Are you listening? Hallgatjátok? What about my bills? Mi van a számláimmal? Mi van a pénzügyeimmel? Oh, I'm sure God can't take care of those things. Biztos vagyok benne, hogy Isten képtelen ezeket elintézni. Oh, really? Tényleg? I get so overwhelmed. Annyira. I get so overwhelmed. Annyira elnyelnek engem ezek a dolgok. With things that are coming. How? What are we going to do in Nepal? Amikor elárasztanak engem ezek, mit fogunk csinálni Nepalban? The weather, tudod, az this and that. Ez and és how az. About finances? You know what? És mi van a pénzügyekkel? I personally don't pray about money. Én személyesen nem is imádkozom a pénzért. I just say, God, give me your will, and in your mondom, will there's a provision. Uram, I'm not so concerned about it. És a te akaratodban I don't have time. Tudom, hogy van gondoskodás is. Nincs I don't want to insult God by asking him. I just say, oh, whatever. Nem fogom Isten inzultálni azzal, hogy ilyeneket kérek tőle, hogy casting my cares. Úgyhogy vessük rá a gondjainkat. The great exchange. Ez a nagy csere. David said three times in Psalm 37, don't have a panic attack. Dávid háromszor mondta a 37-es Zsoltárban, hogy ne bosszank, hogy ne legyen pánikrohamod. A lot of Christians are on pills. Pánikroham. Sok keresztény van, aki bogyókon él. I got a special pill for you, the grace pill. Van egy különleges pirulám a számodra, ez a kegyelem pirulája. Prescription drugs are destroying people. Nagyon sok ember van, aki tönkretesznek a mindenféle gyógyszerek. Mert nem too much anxiety, too many worries, too many concerns, too many félelem, túl sok aggódni való. Segítség. Give it to God. Add Istennek. Amen. Amen. Give it to God. Add Istennek. Anybody thinking about where they came from? Van bárki, aki azon gondolkodik, honnan jöttem? What's going on? Mi folyik?
My wife said to me, "Stop calling me. It's too many. You call me too many times." Feleségem azt mondta nekem, hagyjad már abba, ne hívjál engem ennyiszer, túl sokszor hívsz. One time I was gone for like 6 weeks, and at 5 weeks I called her up like a big baby. I said, "I miss you. I'm coming home early." Egyszer 6 hétig el voltam valahol, és aztán 5 hét után felhívtam, mint egy óriás baby. Mondom, hiányzol, hazajövök hamarabb. They need you more than I do. Azt mondta, figyelj neki, azt mondta nekem, figyelj nekik, nagyobb szükségük van rád, mint nekem. Stop your whining. Maradj és ne nyavajog tovább. Give God your cares. Add Istennek a gondjaidat. That's what it says. Ezt olvassuk. And by the way, we may, as the verse says, we may suffer a while. És mellesleg lehetséges, hogy ahogy a vers mondja, egy darabig lesz szenvedésünk. After you have suffered a while. Ott van a versben, miután szenvedtetek egy ideig. But the eternal God has called us. De az örökkévaló Isten elhívott minket. Amen. I just want to give him my cares. Szeretném neki no adni a gondjaimat. Attack. Jesus said this. Pánikroham nélkül. Jézus azt mondta. This is either the word of God or the word of a madman. És ez vagy Istennek az igéje, vagy egy bolondnak a beszéde. 5 times. Ötször. Take no thought. Azt mondja, ne aggodalmaskodjatok. About what you shall eat, what you shall drink, what you shall put on for clothing. About tomorrow, don't take one thought. Ne aggodalmaskodjatok, egyetlen gondolatot se vesztegessetek rá. That's crazy. Ez őrület. That's crazy. Ez őrület. No thought. Egyáltalán ne törődjek vele. Nothing. Semmit. No thought. Ne is törődjek. Jesus said it. Jézus mondta. Paul said it. Pál mondta. Philippians 4:6, and it's a command. It's a command. Parancsolat. Be careful for nothing. Semmi felől ne aggódjatok. I know Carolyn is not even thinking about the play. Tudom, hogy Carolyn még csak eszébe se jut a színdarab. Be careful for nothing. Semmi felől ne aggódjatok. Be anxious. It's a command. Be anxious for nothing. Ne aggódjatok semmi felől. What if there's an economic collapse? Mi van, hogyha gazdasági összeomlás lesz? What if they cancel my visa? Mi van, hogyha törlik a vízumomat, te jó ég? What happens when they grow older? Mi lesz akkor, mikor megöregszem? Akkor mit fogok csinálni, mikor 50, 60, 70, 80, 90 éves leszek? Mit fogok csinálni? I'm being devoured. Akkor most éppen elnyel engem. I'm being devoured. Akkor éppen elnyel engem. We are waiting for the big things that the devil is, we think is going to, he's doing, you know, we see all these wicked things going on. And várunk Satan a nagy says, dolgokra, yes, amik közelgetnek, amiket Sátán eltervezett. That's happening and it's from evil. Látjuk, hogy jönnek, és tudjuk, látjuk, történnek dolgok. But he's coming in the back door. De Sátán közben a hátsó ajtón surran be. With my cares. Az én aggodalmaimmal, a gondjaimmal. You gotta handle this. Ezt kezelned kell, ezt neked kell elbánnod. You gotta be, come on, you gotta take this. Gyerünk, ezt neked kell magadra venned. Take no thought. Azt mondja, ne aggodalmaskodj. Be anxious for nothing. Semmi felől. Cast your cares upon him. Gondjaitokat vessétek őre. Fret not. Don't have a panic attack. Azt mondja, ne bosszankodj. It's gonna happen ne legyen pánikrohamod. Is there gonna be another war? Mi fog történni a világban? Lesz megint egy háború? Oh, I care. I don't know. Engem ugyan mit I'm érdekel. Having a good time. Én jól érzem I'm gonna magam. Enjoy God, amen. Fogom Istent, amen. Are you with me? Itt vagytok. I'm gonna give my cares to God. Az aggodalmaimat Istennek my concerns, adom. My distractions, my worries, it's not going to disturb me. Mindazokat, amik foglalkoztatnak, nem fogok velük törődni. He says. Azt mondja. Take the grace. Vedd a kegyelmet. All of it. Mindet. Give me the cares. Add nekem a gondokat. Every single one. Minden every egyes gondot. Small one, every minden kicsit, big one, minden every nagyot, single one. Minden egyes gondot. And I say thank you, God. És azt mondom, köszönöm, Uram. The God of all grace who has called us to eternal glory. Köszönöm a minden kegyelem Istenének, aki elhívott engem. I'm taking all your cares. És minden gondomat. All your cares. Magára veszi. Father, thank you tonight. Atyán, köszönjük neked ma este. For taking our cares. Magadra vetted a gondjainkat. Even right now. Akár most is. I can cast my cares on you. Rád vethetem a gondjaimat. Cares in my country. Gondokat az országomban. In the political realm. A politikai területen. In my health. Az egészségemben. Marriage, finances, children. Házasságban, pénzügyekben. So many things. Gyerekekkel, annyi minden. Problems with people. Gondok emberekkel. My work. A munkám, my housing, my travel. A lakhatásom, az utazásom. The response of people where I am.
results in the church. Az emberek, ahol vagyok, a gyülekezetben az eredmények. You take it, God. Urunk, vedd az egészet. I'll take the grace. Mi vesszük a kegyelmet. You take the cares. Te vedd a gondokat. I'll take the grace. Én veszem a kegyelmet. You take the cares. Te vedd a gondokat. And rather than being devoured, s ahelyett, hogy elnyelne minket, I will eat the grace of God. Inkább enni fogom Isten kegyelmét. And get to know you. És megismerlek téged. Help us to be sober. Segíts nekünk józannak lenni. And be vigilant. És ébernek. For he's called your adversary. Mert őt úgy hívják, a te ellenséged. Your adversary, a te ellenséged, wants you to take your cares. Szeretné venni a te gondjaidat. Our God, mi Istenünk, wants us to take all grace. Mi Istenünk azt szeretné, ha vennénk az összes kegyelmet az ellenség, meg ha vennénk az összes gondunkat. Köszönjük neked ma este. Jézus nevében. Amen. Thank you.
Okay, hope you enjoyed that song in Hungarian. Reméljük, élveztétek ezt a magyar dalt. By the end of the week, we're hoping you'll know Hungarian. Hétvégére már mind megtanultok magyarul, majd persze. Hey, what an awesome message, huh? Egy nagyszerű üzenet, nem? We'll take the grace. Mi vesszük a kegyelmet. He takes the cares. Ő veszi a gondokat. We're not going to be devoured by the cares of this world. Nem hagyjuk, hogy elnyeljenek bennünket a világnak a gondjai. Let's just stand for a minute. Kérlek, álljatok fel egy pillanatra. And speak to your neighbor about that message. És válts egy pár szót a melletted ülővel erről az üzenetről. Okay, great. Okay. Okay, Okay, would you, while you're standing, would you turn in your Bibles to the third book of Moses? Mózes harmadik könyvéhez. Third book of Moses, Mózes Leviticus. Harmadik könyve. And it's always so good to see so many friends. Mindig annyira jó látni ennyi barátot. We are born again believers. Újjászületett hívők vagyunk. And God has called us friends. És Isten a barátainak nevezett minket. We are born again believers. Újjászületett hívők vagyunk. And God has made us his children. És Isten a gyermekeivé tett bennünket. We are born again.
újjászülettünk. We have the Holy Spirit. Miénk a Szent Szellem. And Christ has made us new. Krisztus pedig újjátett bennünket. We are a new creation. Új teremtés vagyunk. And we live according to an eternal purpose. És egy örökkévaló cél szerint élünk. And we also have enemies. És vannak ellenségeink is. We also have a sin nature. Van egy régi bűnös természetünk is. We also sometimes we are selfish. Aztán időnként van, hogy önzőek vagyunk. We are fleshly. És testiek. Carnal. Régi bűnös természetünk. Unbelieving. Hitetlenek. Sometimes. Időnként. We are wounded. Sebzettek. And also, like Pastor Shibeli said, és ahogy Pastor Shibeli is mondta, we worry, aggódunk, and also we are frustrated, és frusztráltak vagyunk, and also és deeply troubled. Mélyen aggasztanak dolgok. There is trouble in the world. Van gond a világban, but de we are learning. Tanulunk. That God is our Father. Azt tanuljuk, hogy Isten az Atyánk. God is taking care of us. Isten gondunkat viseli. That God is our Father. Hogy Isten a mi Atyánk. And Christ is with us. És Krisztus velünk van. Where two or three are gathered. Ahol ketten vagy hárman összegyűlnek. Christ is there. Krisztus ott van közöttünk. And He is our teacher. És ő a mi tanítónk. We came together this week. Ezen a héten. So that we could hear from God. Azért gyűltünk össze, hogy Istentől hallhassunk. We have this expectation. Ez a várakozásunk. We also came. Azért is jöttünk. So we could be healed. Hogy gyógyulhassunk. We also came. Azért is jöttünk. So we could be encouraged. Hogy bátorodhassunk. We also came. Azért is jöttünk. So we could see each other. Hogy láthassuk egymást. And say hello. És azt mondhassuk üdv. God bless you. Isten áldjon. We also came azért is jöttünk, because we have a vision. Mert hogy van egy látásunk. We are on a mission. Küldetésünk. God has a plan for Istennek us. Terve van velünk. In our family. És a családjainkkal. In our church. És a gyülekezetünkkel. We are so thankful. Annyira hálásak vagyunk. I'd like you to read this with me. Szeretném, hogy elolvasnátok ezt velem. From verse 22. 22. verstől. To verse 26. 26. versig. I'm sorry, oh, 20, verse chapter 20. 20. fejezet. Chapter 20, verse 22. 22. verstől. You shall therefore keep all my statutes. Tartsátok meg minden rendelésemet. And all my judgments. És minden végzésemet. And do them. És azokat cselekedjétek. That the land whither I bring you to dwell therein spew you not out. Hogy ki ne okádjon titeket az a föld, amelyre én viszlek be titeket, hogy ott lakjatok. You shall not walk in the manners of the nation. Ne kövessétek annak a népnek a szokásait, which I cast out before you. Amelyet kiűzök előletek. They committed all these things. Azért utáltam meg őket. And therefore I abhorred them. Mert ezeket cselekedték. But I have said unto you. Nektek pedig ezt mondom. You shall inherit their land. Örökölni fogjátok földjüket. And I will give it to you. Mert nektek adom azt örökségül. To possess it. Azt a tejjel és mézzel folyó földet. A land that flows with milk and honey. Azt a tejjel és mézzel folyó földet. I am the Lord your God. Én vagyok az Úr. Which have separated you. A ti istenetek, aki kiválasztottalak titeket. From other people. A népek közül. You shall therefore put difference between clean beasts and unclean. Tegyetek különbséget azért a tiszta és tisztátalan állatok között. Unclean birds. A tiszta és a and clean birds. Tisztátalan szárnyasok között. You shall not make your souls abominable by beast or by fowl or by any manner of living thing. Ne fertőztessétek meg magatokat állattal, madárral, vagy valamely földön csúszó állattal, amelyet mint tisztátalanokat megkülönböztettem előttetek. That creeps upon the ground, which I have separated from you as unclean. Amelyeket megkülönböztettem előttetek, mint tisztátalanokat. And you shall be holy. Legyetek nekem szentek. Unto me. Legyetek nekem szentek. I, the Lord, am holy. Mert én az Úr.
and have severed you from Szent other vagyok, people, aki kiválasztottalak titeket a népek közül, that you should be mine. Hogy enyém legyetek. Let's pray. Imádkozzunk. Father, Atyánk, through Jesus Christ, Jézus Krisztus által, you have made us holy. Tettél bennünket szenté. We are different. Mások vagyunk. We are separated. El vagyunk választva. We are different. Mások vagyunk. Thank you, Lord. Köszönjük, Urunk. We are healthy. Egészségesek vagyunk. In our spirit. Szellemünkben. In our mind. Az elménkben. Because. Mert hogy. You have made us different. Te mássá tettél bennünket. Bless these thoughts. Áld meg ezeket a gondolatokat. And heal our bodies. Áld, gyógyíts meg a testünket. In our minds. Az elménket. Our soul. Lelkünket. Fill us with your spirit. Tölts be bennünket a szellemeddel. Because we love holiness. Mert szeretjük a szentséget. We love it. Szeretjük azt. We love it. Szeretjük. Thank you for it. Köszönjük neked azt. Thank you for the Holy Spirit. Köszönjük neked a Szent Szellemet. Thank you. Köszönjük neked. In Jesus' name. Jézus nevében. Amen. Amen. You may be seated. Foglaljatok helyet. Thank you for all the prayers. Köszönjük az összes imákat. For us in Baltimore. Minden imát, amit értünk, mondhatok el Baltimore-ban. Thank you. Köszönjük nektek. And all the love. A szeretetet. Thank you. Köszönjük nektek. Thank you for your lives. Az életeteket. Thank you for the pastors. Köszönjük a pásztorokat. If you're a pastor, would you just stand up for a moment? A lelki pásztor vagy, fölállnál kérlek egy pillanatra? Just stand up. Thank you. Álljatok föl. Köszönjük nektek. Wow. Rendben. Just look around. Wow. Nézzetek rájuk. I just met this gentleman from Mongolia. Most találkoztam ezzel a testvérrel Mongóliából. This pastor from Mongolia. Lelki pásztor Mongóliából. So good to have you. Örülünk, hogy itt vagy velünk. God bless you. Isten áldjon. Wow. Pastors have such a large responsibility. Pásztoroknak olyan nagy felelősségük van. And this week, és ezen a héten, in the morning, a délelőtt, the pastors will be together for an hour. A pásztorok együtt töltünk majd egy-egy órát. And we will share. És megosztunk. And fellowship. És közösségben leszünk. And love each other. És majd szeretjük egymást. And speak to each other. És beszélünk egymáshoz. Through the week. A hét során. This week is like a pastor's conference. Ez a hét egy értelemben egy pásztori konferencia. And everybody else is invited. És mindenki mást is szeretettel látunk. Because, mert hogy, in these words, ezekben a God said szavakban itt Isten azt to the Jewish people, zsidó népnek, that you are different, hogy mások vagytok, you are holy, szentek vagytok, you are not like the seven nations in Canaan, nem vagytok olyanok, mint a Kánaában lévő hét nemzet, I have separated you, megkülönböztettelek benneteket. You don't eat their food. Ne egyétek az ő ételüket. You don't worship their gods. Ne imádjátok az isteneiket. You don't live their lifestyle. Ne éljetek az ő életstílusuk szerint. You are different. Mások vagytok. Because I am God. Mert én vagyok Isten. And I'm a holy God. És én egy szent Isten vagyok. And you are to be a holy people. Ti pedig szent nép kell, hogy legyetek. Pastor Shibeli said, Pastor Shibeli azt mondta, and that was so good message, és annyira jó üzenet volt ez, we are in troublous times. Hogy viszontagságos időkben élünk. When we are in troublous times, amikor viszontagságos időket élünk, like Noah was, mint ahogy Noé is, Daniel was, ahogy Dániel volt, Jesus Christ was, ahogy Jézus Krisztus volt, Paul was, ahogy Pál volt, and we are. Mi is.
We are different. Mi mások vagyunk. Because we have found holiness. Mert a szentséget találtunk. The holiness of God. Isten szentségét találtuk. We have found the presence of God. Megtaláltuk Istennek a jelenlétét. And in his presence és az ő jelenlétében is the fullness of joy. Ott az örömnek a teljessége található. I can see látom in our fellowship a közösségünkben the heart a szívet, of trust a bizalom szívét, and hunger és az éhségét. I am hungry éhes vagyok for God Istenre, and God's ways. Isten útjaira. I want to learn his ways. Tanulni akarom az ő utait. When we were born again, mikor újjászületünk, something amazing happened. Akkor valami lenyűgöző történik. The Holy God accepted us. A Szent Isten befogadott bennünket. And he made us holy. És bennünket is szentté tett. In Christ Jesus. Krisztus Jézusban. And somehow, és valamiként, we had this freedom. Megvan ez a szabadságunk. And this joy. Ez az örömünk. Inside. Mi bennünk belül. Deep inside. Mélyen belül. In our hearts. Szívünkben. And we worshipped. És imádtunk. And we learned. És tanultunk. This is the Holy Spirit. Tanultuk ez a Szent Szellem. The Holy Spirit has been sent into our life. Szent Szellem el lett küldve az életünkbe. So that we would stand on holy ground. Azért, hogy szent földön álljunk. Think holy thoughts. Szent gondolatokat gondoljunk. Worship a holy God. Hogy egy szent Istent imádjunk. And love it. És élvezzük ezt. Because mert hogy it's God. Ez Isten. God made us. Isten az, aki for himself. Magának alkotott bennünket. And in the Bible, s a Bibliában, we see this theme. Látjuk ezt a témát. This is unclean. Hogy ez itt tisztátalan. This is unclean. Ez tisztátalan. This is unclean. Ez tisztátalan. The food is unclean. Az az étel az tisztátalan. The grave is unclean. Az a sír az tisztátalan. The blood is unclean. A vér az tisztátalan. The dead body is unclean. A holttest az tisztátalan. The house is unclean. Az a ház az tisztátalan. And this is in the Jewish mind. És a zsidó gondolkodásában ez folyamatosan jelen volt. And the Orthodox Jews follow it today. És az ortodox zsidók követik ezt a mai nap is. But when Jesus came, de mikor Jézus eljött, he said, akkor azt mondta, it's not what goes in your mouth, nem az a kérdés, hogy mi megy be a szádba, that makes you unclean. Nem az tesz téged tisztátalanná. It's what comes out of your heart, hanem ami kijön a szívedből, that's what makes you unclean. Az tesz téged tisztátalanná. What comes out of my ami heart, ami kijön a szívemből. In Mark 7, Mark 7-ben, 21 and 22. We read azt olvassuk, what comes out of our hearts. Mi jön ki a szívünkből. Adultery. Házasságtörés. Lying. Hazugság. Thievery. Tolvajlás. Jealousy. Irigység. Pride. Büszkeség. Witchcraft. Varázslás. 13 things 13 dolgot that come out of our hearts. Ami a szívből jön ki. And so úgyhogy we learn tanulunk, those are the things that we are not interested in. És megtanuljuk, hogy ezek azok a dolgok, amik nem érdekelnek bennünket. We learn azt tanuljuk, those are the things that we confess. Ezek azok a dolgok, amiket megvallunk. And by Christ's blood és Krisztus vére által we are clean, megtisztulunk, ha megbánjuk őket, and we desire to be filled with the Holy Spirit. Vágyunk arra, hogy telve legyünk a Szent Szellemmel. And we are. És betölt bennünket. Many times. Nagyon sokszor. But not always. De nem mindig. Not always. Nem állandóan. Sometimes. Megesik. I grieve the Holy Spirit. Hogy megszomorítom a Szent Szellemet. Sometimes. Van. I am carnal. Hogy testi vagyok. Sometimes. Van. I touch the unclean thing. Megérintem a tisztátalan dolgot. Sometimes
In my mind, van, hogy az elmémben, in my heart, a szívemben, I have rebellion, lázadás van, and unbelief, és hitetlenség, in my heart, a szívemben. But I remember, de emlékszem, I remember, emlékszem, I do, tényleg, I remember, emlékszem, holiness, a szentségre, joy, az örömre, and peace, és a békességre. Deep peace. Mély békességre. That's from God. Ami Istentől való. I remember. Emlékszem. The prayer meeting. Az ima összejövetelre. Where there was the glory of God. Ahol Isten dicsősége megjelent. The service. Az Isten tiszteletre. When God spoke to my heart. Ahol Isten szólt a szívemhez. And I was convicted of my sin. És meggyőzött engem a bűnömről. And I said in my heart. Szívemben azt mondtam. Yes, God. Igen, Istenem, I have sinned. Igenis vétkeztem. But you are the God of grace. De te vagy a kegyelem Istenem. And thank you. És köszönöm neked. Immediately. Azonnal. I am clean. Megtisztulok. In the light. A világosságban. In 1 John 1:9. 1 János 1:9-ben. Hebrews 9:14. 9:14-ben. We are pure. Tiszták vagyunk. Titus 1:15. In our conscience. A lelkiismeretünkben. And in our hearts. És a szívünkben. Troublous times. Viszontagságos idők. There's trouble in the countries we live in. Vannak gondok az országokban, amelyekben élünk. There's trouble in the economy. Gondok vannak a gazdaságban. Trouble in the marriage. Gondok vannak a házasságban. Trouble with teenagers. Gondok a tizenévesekkel. Trouble with our neighbors. Gondok a szomszédainkkal. Trouble with our friends. Gondok a barátainkkal. Trouble with our pastors. Gondok a pásztorunkkal. Trouble with each other. Gondok egymással. Trouble. Gondok. And it says in 2 Corinthians. És 2 Korintusban. Chapter 11. 11. fejezetben azt mondja. Verse 3. A harmadik vers. Let's turn and read that. Lapozzunk is oda, és olvassuk el együtt. But I fear. Félek azonban. Paul is speaking. Pál beszél itt. I fear. Félek. Paul, what are you worried about? Pál, te ugyan min aggódtál? Paul said, I fear. És Pál azt mondja, én aggódom. I fear. Félek. What are you worried about? Mitől félnél te? What are you afraid of? Mitől félsz te? He said, és azt mondta, félek. Regarding the church. Gyülekezetet illetően. I fear. Félek. This Christianity. I fear. Félek ez a kereszténység. That this Christianity, félek, hogy ez a kereszténység, would become complicated. Ez komplikálttá válik. That it would become philosophical. Hogy filozófiaivá lesz. I fear. Félek. That this Christianity, attól, hogy ez a kereszténység, would be something else. Valami mássá lesz. Not power. Nem erő. But a lot of words. Hanem sok szöveg. But no power. Hatalom nélkül. I fear. Félek. That it would be just another Greek philosophy. Hogy ez is egy lesz a sok görög filozófia közül. And it would not have power. És hogy nem lesz benne hatalom. The power to change nem people. Nem lesz benne hatalom arra, hogy átformálja az embereket. To save people. Megmentsen embereket. To give joy to hogy people. Hogy örömet adjon embereknek. And overcome the pain in life. És hogy legyőzze a fájdalmat az életben. Look at verse 3. Nézd meg a harmadik verset. I fear. Félek azonban. Lest any by any means. Hogy amint a kígyó. As a serpent beguiled Eve. Ravasságával megcsalta Évát. Through his subtlety. Ravasságával. So your minds, úgy a ti gondolataitok, your minds, a ti gondolataitok, elmétek, should be corrupted, eltávolodjon, megromoljon, corrupted, megromolhat, the mind, az elme, of the Corinthians, korintusbeliek elméje, the mind of the greater grace believer, a nagyobb kegyelem hívők elméje,
the mind of the believer, a hívőnek az elméje, that their mind would be corrupted. Hogy az elméjük megromolhat. What is this? What does this mean? Corrupted. Mit is jelent ez, megromolhat? It means a general decrease in quality. Ez egy általános minőségbeli csökkenést jelent. Just like in a material way. Épp úgy, mint ahogy egy anyagi értelemben. A house gradually deteriorates. Egy ház lassan elveszíti az értékét. So a mind romlik minőségben, úgy az elme is gradually lépésről lépésre is changing. Megváltozik. It is corrupted, megromlik, and it's not simple. És nem egyszerű többé. It's not simple. Nem egyszerű már. It's not powerful. Nem erőteljes. It's not holy. Nem szent. It's not equipped. Nincs felszerelve már. It's not peaceful. Nincs benne békesség. It's not God's thought. Nem Istennek a gondolatai. Christ's mind. Nem Krisztusnak az elméje. This is why the pastors are so important. Ezért van, hogy a pásztorok annyira fontosak. Because their pulpit is our pulpits are important. Mert a pulpitusaik, a pulpitusaink fontosak. Our Bible college. A bibliaiskolánk. Our discipleship. A tanítványságunk. Our evangelism. A léleknyerésünk. Our way of life. Az életmódunk. Our fathers. A mi atyáink. Our mothers. Az anyáink. Our teenagers. Tizenéveseink. They need the reality. Szükségük van arra, hogy meglegyen a valósága. They need the reality. Szükségük van a valóságra. They need Jesus Christ. Szükségük van Jézus Krisztusra. In my life. Az életemben. Nah, you know, la 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 la. Nem you know, egy. La, 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 just la, la. We met. We know about that. Azt ismerjük. Falling asleep. Bealszunk. In a church. Egy gyülekezetben. Going to church three times a year. Elmegyek egy évben háromszor a gyülekezetben. Never reading this. Soha nem olvasom ezt itt. With hunger. Éhséggel. With spiritual intensity, szellemi intenzitással, with never having a prayer meeting, soha nincs ima összejövetelem, with passion, szenvedéllyel, brokenness, megtörtséggel, where there is holiness, ahol szentség lenne. We know that. Tudjuk, milyen ez. I could be tired, lehet, hogy fáradt vagyok, but de God is holy. Isten szent. And he is not tired. És ő nem fáradt. That's Isaiah 40. Ez Ézsaiás 40. 28. To verse 31. Tól a 31. versig. He does not faint. Ő nem fárad el. And they that wait upon him. És akik rá várnak. They will not faint. Ők sem fáradnak meg. Amazing. Lenyűgöző. This is what we're saying. Ez az, amit itt mondunk. If God is real, ha Isten valós, and he is holy, és ha ő szent, then we are holy. Akkor mi is szentek vagyunk. And if we are holy, és ha mi szentek vagyunk, we are like God. Akkor olyanok vagyunk, mint Isten. And if we are like God, és ha olyanok vagyunk, mint Isten, then we are different. Akkor mások vagyunk. We are not complicated. Nem vagyunk bonyolultak. We are simple. Egyszerűek vagyunk. Look at verse 3. Nézd meg a harmadik verset. I am afraid. I félek fear. Azonban, félek azonban. I am concerned. Azon, az foglalkoztat. That your mind would be corrupted. Hogy a ti elmétek meg ne romoljon. From the simplicity. Az egyszerűségtől. That is in Christ. Amely Krisztusban van. Simplicity. Az egyszerűség. Clarity. A tisztaság. Simplicity. Az egyszerűség. This is a gift. Ez egy ajándék. To us. Nekünk. Jesus. Jézus. Is in our hearts. Szívünkben van. And he gives us. És this. Ő adja nekünk. Mind. Ezt az elmét. The mind of Christ. Krisztusnak az elméjét. And when we read the scripture. És amikor olvassuk az írást. We say, oh. Akkor azt mondjuk, hogy. There it is. Ez az. The mind of Christ. Krisztusnak az elméje, az ő gondolatai. Thank you, Lord. Ah, köszönöm, Uram. There it is. Ez az. It's so simple. Olyan egyszerű. And it is so powerful. És annyira erőteljes. Then I am troubled. Aztán gondjaim vannak. I have my problems. Viszontagságos időben vagyok. We
come before God. Problémákkal küzdök Isten elé. And turn to Jeremiah 15. Lapozzunk Jeremiás 15-höz. We will finish with this. Ezzel be is fejezzük. 15. 15. Jeremiah 15. Jeremiás 15. In verse 19. 19. vers. Therefore, azért, thus saith the Lord, azt mondja az Úr, if you return, ha visszatérsz hozzá, I will bring you again, helyreállítalak, and you will stand before me. Hogy újra előttem állhass. And if you take forth the precious from the vile, ha elválasztod a jót a hitványtól. How do we say that in Hungarian? Take, hogy mondanánk ezt magyarul? The drága, right? The drága. Elválasztani a drágát. From the szemét. Szemétból. Szeméttől. Szemétől. Tól. Től. Től. Ki vette? Ki vette? Elválasztani, kivenni. Kivenni a dragot. To take dragot, out the precious. A szemét től. From the trash. From the rubbish, the garbage. Yes. So you go to the dumpster. Úgyhogy elmegy a kukához. And there's garbage in the dumpster. A szemét. A lot of garbage. And it smells. És büdös. It's garbage. És hát szemét. And you go through there. És elmész oda. And you find. És találsz ott. Your mother's wedding ring. Megtalálod édesanyádnak a jegygyűrűjét. And you find that. Your mother's wedding ring. Anyukád jegygyűrűje ott van. In the garbage. Ott van a szemétben. And you take it out. És kiveszed. I have it. Megvan. It's precious. Drága. And I take it from the vile. És megkülönböztetem, kiveszem a vacakból. In verse 19. 19. versben. Read it again. Olvassuk el újra. If you take the precious from the vile. Azért, ha elválasztod a jót a hitványtól. You'll be as my mouth. Akkor olyanná leszem, mint az én szájam. We, in our lives, mi a mi életünkben, we started to look, elkezdtünk keresni, for the precious. Elkezdtük keresni a drágát. We looked for it. Kerestük azt. Where is it? Hol van? Where is it? Hol található? I go to the university. Elmegyek az egyetemre. Is it there? Megvan-e ott? I go to the traditional church. Elmegyek a hagyományos gyülekezetbe, egyházakba. Megvan-e ott? I go to entertainment. Elmegyek a szórakoztatóiparhoz. And I go there. És végignézem. Where azt. Is it? Hol van? Where is the precious? Hol van a drága? Where is it? Hol van? I want to find it. Meg akarom találni. Where is it? Hol található? Does it exist? Létezik-e egyáltalán? Where is it? Hol van? Where is it? Hol van? I want it. Vágyom rá. Where is Jesus? Hol van Jézus? Where is Jesus? Hol van Jézus? I want him. Én vágyom rá. Nothing. I want him. Nincs semmi más. And he looks at you. Ő pedig rád tekint. And he tells you the truth. És elmondja neked az igazságot. And you have to take it. És el kell venned azt. When he tells you the truth. Mikor mondja neked az igazságot. You have to take it. Mikor venned kell azt. And a pastor, a preacher, és egy pásztor, egy prédikátor, a body member, a Krisztus testének egy tagja. You have to give it. Kell, hogy add ezt. You give the precious. Kell, hogy add a drágát. The holy. A szentet. This is holy. Ez szent. This is precious. Ez drága. It's expensive. Ez értékes. Because it cost God, mert his Istennek son. Az ő fiába került ez. His son. Az ő fiába. So we could be here. Került az, hogy itt lehessünk. This week. Ezen a héten. His son. Az ő fia. So we can talk. Volt like az this. Ár, hogy így beszélhessünk. This week. Ezen a héten. His son. Az ő fia. So we could have joy. Azért, hogy örömünk lehessen. And friends. És barátaink. Forever. Örökre. It's expensive. Ez költséges. It's holy. Szent. It's sacred. Szent.
It's from God. Istentől való. It's our life. Ez az életünk. It's our new life. Ez az új életünk. It's God's gift. Ez Istennek az ajándéka. And there are many expressions. Sok kifejezés létezik. Many sacrifices. Sok áldozat. Many decisions. Sok döntés. And I say to the garbage. És én azt mondom a szemétnek. Look at 2 Corinthians 13. Nézd meg 2 Korintus 13-at. Paul says it even more clearly. Pál még világosabban is elmondja. I'm sorry, chapter 11. Bocsánat, 11. fejezet. Verse 13. 13. verse. These are the people he was afraid of. Ezek voltak az emberek, akiktől ő tartott. False apostles. Hamis apostolok. It was already happening. Már akkor is folyt ez. It was already there. Már akkor is folyt ez. In the church. A gyülekezetben. False apostles. Hamis apostolok. Were they simple? Egyszerűek voltak? No. Nem. Were they smart? Okosak voltak? Yes. Igen. Were they holy? Szentek voltak? No. Nem. Were they deceitful? Csalárdok? Yes. Bizony. Were they like the devil? Olyanok voltak, mint az ördög? In the garden? A kertben. Who spoke to Eve? Aki szólt Évához. And deceived Eve? És elámította őt. Yes. Igen. Are Christians deceived? Vannak keresztények, akiket becsap? Paul said, I fear. Pál azt mondja, félek attól, that you would be deceived. Hogy félrevezetnek benneteket. And move away. És eltávolodtok. From the power. A hatalomtól. The simplicity. Az egyszerűségtől. The holiness. A szentségtől. The desire. A vágytól. The hunger. Az éhségtől. The fire. A tűztől. The fire. A tűztől. Of holiness. A szentség tüzétől. John the Baptist said, Keresztelő János azt mondta, I baptize you with water. Én vízzel keresztellek benneteket. But another is coming. De jön egy másik. Another is coming. Jön egy másik. And he will baptize you with fire. És majd ő tűzzel keresztel benneteket. Have you had that fire? Megvolt ez a tűz. Have you sensed that fire? Érzékelted ezt? Do you want that fire? Akarod ezt, vágyol arra a tűzre? Have you sensed it? Érzékelted ezt? That it purifies. Amint az megtisztít. That it becomes powerful. Amint hatalmassá lesz. And you desire God. És vágyod Istent. Above everything. Minden más fölött. We desire God. Vágyjuk Istent. Above even life itself. Még az élet fölött is. We have found God. Még az életnél is. God is holy. Mert megtaláltuk Istent, ő szent. And so are we. És mi is. But de, if you climb into the dumpster. Ha belemászol a kukába. And you're comfortable there. És ott jól érzed magad. And you feel at home. És otthon érzed magad. And actually you like it. És igazából élvezed. Then you're in a good place here. Akkor jó helyen vagy itt. Because we want to say to you. Mert azt szeretnénk mondani neked. There's a better way. Létezik egy jobb út. A better life. Létezik egy jobb élet. Better mind. Egy jobb gondolkodás. Better answer. Egy jobb válasz. A better spirit. Egy jobb szellem. Peace. Békesség. Love. Szeretet. Joy. Öröm. We take that precious. És fogjuk azt a drágát, and azt a drága dolgot. We get out of the dumpster. És aztán kiszállunk a kukából. And we look at that precious. Megnézzük azt a drága dolgot. And we rejoice in it. És örvendezünk benne. Jeremiah 15:16. Jeremiás 15:16. Your word was found. Megtaláltam a te beszédedet. And I did eat it. És megettem azt. And it was a joy. És az örömömé, rejoicing. És a szívem örvendezésével lett. I found it. Megtaláltam. I found the word. Megtaláltam az igét. In some messages, vannak üzenetek, amelyekben Pastor Stevens in one message he quoted 131 Bible verses. Pastor Stevens egy üzenetben idézett 131 Biblia verset.
And we love that. És élveztük ezt. Teach me the Bible. Taníts nekem a Bibliát. Speak to me about Jesus. Szólj hozzám Jézusról. Speak to me. Beszélj nekem. Build me up. Építs engem fel. Teach me faith. Taníts nekem hitet. We have found the precious. Megtaláltuk a drágát. We have found the Bible. Megtaláltuk a Bibliát. In America, Amerikában, there are some church movements, vannak gyülekezeti mozgalmak, and they say, melyek arról beszélnek, the way we build a big church, hogy úgy lehet nagy gyülekezetet építeni, that's what they say. És erről beszélnek. And they study it. És ezt tanulmányozzák. The way we build a big church. Úgy lehet nagy gyülekezetet építeni. But I'm not, I mean, de engem, I don't really care about that. Őszintén engem annyira ez nem érdekel. I care, but not like that. Érdekel, de nem úgy. I care. Érdekel. For one soul. Egy lélek. One disciple. Azzal törődöm, egy tanítványal. And if it's 1,000. És ha 1,000 van. That's amazing. Az lenyűgöző. But I see in the technique. De a technikákban. And in the method. Meg az módszerekben. And also I meet the people sometimes. Meg aztán találkozom az emberekkel is időnként. And I say. És azt mondom. Not literally. Nem szó szerint, but de. But could you show me in the Bible where the Gospel of Matthew is? Meg tudnád nekem mutatni a Bibliában hol van a Máté evangéliuma? Can you show me? Meg tudod mutatni nekem? Can you tell me something? Tudsz nekem mondani valamit? Where your heart was put, was touched. Hogy hol érintette meg a szívedet? And you repented. És aztán megbántad. And you turned. Volt, hogy megfordultál. And you found Christ. Volt, hogy Krisztushoz fordultál és megtaláltad őt, és izgatott voltál ő felőle. Sometimes yes. Időnként igen. Thank you, Lord. Köszönöm, Uram. But sometimes. De aztán van. It's like going to the theater. Olyan, mintha eljárnék a színházba. It's entertainment. Igazából csak szórakoztatás. Sometimes van, these people, hogy ezek az emberek, are saying, I am hungry. I don't, arról beszélnek, hogy I don't know vagyok. What. I don't know nem what. Tudom miért. I'm hungry. Nem tudom mire vagyok éhes. I'm hungry. Éhes vagyok. What am I hungry for? Mire éhezem? And you know what we can say? És tudod, mit mondhatunk neki? We can say. Azt mondhatjuk neki. You are hungry for God. Te Istenre éhezel. You are hungry for God. Te Istenre éhezel. And God. És Isten. Says. Azt mondja. You are to be different. Te más kell, hogy legyél. I make you different. Én mássá tettelek téged. And you're to be separated. És te neked különállónak kell lenned. I separate you. Én elválasztottalak by téged. My Holy Spirit. Az én Szent Szellemem által. And I will show you. És megmutatom neked. I will teach you. Meg fogom mutatni neked, and tanítani. And it won't last for 1 year. Foglak téged. Ez nem egy évig fog tartani. Or two. Vagy kettőig. But for 1,000 years. Hanem 1,000 évekig. It'll last fog tartani. For eternity. Az örökké valóságon át fog tartani. Because it is me. Mert hogy én rólam szól. Do you understand that? Értitek ezt? You understand that? Értitek ezt? I believe you do. Úgy hiszem, hogy igen. I'm happy about that. S örülök, ha így van. I just believe. Hiszem. God is saying, how Isten much? Mondja, how much do you want? Mennyit akarsz? And we say, God. Mi meg azt feleljük, Istenem. I want. Én akarom. And it says in the scripture. És azt mondja itt az írás. He gives. Hogy ő ad. According to the measure we measure. Az szerint a mérték szerint, amivel mi mérünk. And it's a holy measure. És ez egy szent mérték. Everything. Minden. And God says, but you'll have trouble. És Isten azt is mondja, de lesz gondod, lesz bajod. But we'll have you. Igen, de közben meg leszel nekünk te. We'll have you.
meg lesz nekünk, meg God lesz says, nekünk közben. It'll be my way. És Isten azt mondja, ez az én utam lesz. We want it your way. Mi meg szeretnénk, ha a te utadon mehetnénk. Your way. A te utadon. Your thoughts. A te gondolataid your szerint. Meditation. A te elmélkedésed szerint. Your word. A te beszéded your szerint. Message. A te üzenetet your szerint. Your simplicity. A te egyszerűséged your szerint. Power. A te hatalmad and szerint. God says, és Isten azt it is my joy. Feleli, ez az én örömem. My delight. Az én ebben gyönyör. To give it to you, hogyha neked adhatom, all of it, az egészet, everything, mindent. And it is strange, és ez fura, when David sinned, mikor Dávid elbukott, the prophet said to him, proféta azt mondta neki, David, Dávid, don't you know, hát nem tudod, what God has given you, hogy mit adott neked Isten, and if you had asked for this and this and this, vagy azt, vagy amazt kérted volna, he would have given it to you, neked adta volna, because when God is, because God is holy, mert hogy mivel Isten szent, and we are holy, és mi is szentek vagyunk, then we are, we have unspeakable riches. Akkor kibeszélhetetlen gazdagságunk van. Unlimited life. Korlátlan életünk. Endless joy. Végtelen örömünk. Eternal purpose. Örökkévaló célunk. Holy, holy words. Szent szavaink. And Holy Spirit. És szent szellemünk. And a holy fellowship. És szent közösségünk. This is our calling. Ez az elhívásunk. Amazing. Lenyűgöző. So let's close in prayer just fejezzük now. Be imában most. Would you pray with me? Kérlek, imádkozzatok velem. Lord, Urunk, we have come here by faith. Mi most hitben jöttünk ide, because your word, mert a te igéd, has taught us, azt tanította nekünk, to assemble, hogy üljünk össze, together, együtt. We have come here, eljöttünk ide, seeking, keresve. And hungry, és éhezve, and you fill us, s te töltesz meg minket, with your visitation, te látogatásoddal, your anointing, te keneteddel, your presence, te jelenléteddel. We believe there is not a disease in this room that could not be healed by the living God. Hisszük, hogy nincs semmi olyan betegség ebben a teremben, amit meg ne gyógyíthatna az élő Isten. There's not a problem in this room that God does not know. Nem létezik olyan probléma ebben a teremben, amiről Isten ne tudna. But he says, touch not the unclean thing. De ő azt mondja nekünk, ne érintsd a tisztátalan dolgot. Do not lie. Ne hazudj. Do not commit adultery. Ne kövess el házasságtörést. Do not steal. Ne lopj. Do not be proud. Ne légy büszke. And arrogant. És arrogáns. Do not speak vile things. Ne beszélj mocskos dolgokat. Do not be jealous. Ne légy féltékeny. Envious. Ne irigykedj. Hateful. Ne légy gyűlölködő. Unforgiving. Meg nem bocsájtó. Touch not the unclean thing. Ne érintsd a tisztátalan dolgot. I have called you to myself. Ne elhívtalak téged. And be holy. Magamnak, és légy szent. As I am holy. Amint én szent vagyok. Sometimes a pastor, megesik, hogy egy pásztor, is familiar, megszokottá válik. And it happened to Aaron, és ez megtörtént Áronnal, when Moses left, akkor Mózes elment, and he went to the mountain, és felment a hegyre. Aaron, Áron, the leader, a vezető, he made a golden calf, egy arany borjút készített, and the people danced, és a nép táncolt. It was unholy. Szentségtelen volt. It was paganism. Pogányság volt. It was unclean. Tisztátalan. And Moses came. És Mózes. And he was angry. Eljött és dühös volt. God is angry with sin. Isten ugyanis haragszik a bűnre.
Jesus paid for the sin. Jézus megfizetett a bűnért. So we are free. Azért, hogy mi szabadok lehessünk. We are free. Szabadok lehessünk. We are forgiven. Megbocsátást nyertünk. We are filled with the Spirit. Telve vagyunk a Szellemmel. We are learning. Tanulunk. In faith. Hitben. And free. Because God szabadok vagyunk, is free. Mert Isten szabad. And he is awesome. Lenyűgöző. Awesome. Lenyűgöző. Forgive us, Lord. Bocsáss meg nekünk, Urunk. For making you like ourselves. Azért, hogy olyanná teszünk téged, mint making mi vagyunk. Making you like sin. Hogy olyanná teszünk téged, mint a bűn. Making you complicated. Hogy bonyolultá teszünk téged. Making you philosophical. Hogy filozófikussá teszünk téged. Making you empty. Hogy üressé teszünk téged. Making you less than what you are. Hogy kevesebbé teszünk téged annál, aki valójában vagy. Forgive us, Lord. Add nekünk, Urunk. We are forgiven. Megbocsájtottak vagyunk. We are clean. Megtisztultunk. We are focused. És van összpontosításunk. Thank you, God. Köszönjük, Urunk. That at the end of this week, hogy e hét végén, we will say, azt fogjuk mondani, we were in a holy place, szent helyen jártunk, with God's people, Isten népével, listening to messages, s üzeneteket hallgattunk, that really change our lives. Olyan üzeneteket, amelyek igazán megváltoztatják az életünket. They really change our lives. Amelyek valóban megváltoztatják and establish us in the faith. És megalapoznak minket a hitben. They establish us. Megalapoznak minket in the faith. A hitben. We will not forget it. És nem feledjük. It is awesome. Ez lenyűgöző. Yes, Lord. Köszönjük, Urunk, igen, Urunk. Thank you, Jesus. Köszönjük, Jézus. Just in your own way, just talk to Jesus. Saját módodon beszélj Jézusra. Say his name. Mondd az ő nevét. Thank you, Lord, köszönjük, Urunk, for your presence here, a jelenlétedet itt, for your anointing here, kenetedet itt. Thank you, Lord, in köszönjük, Jesus' Urunk, name. Jézus nevében. Praise you. Dicsérünk we will el. Lift our voices to you. Hangunkat hozzád emeljük. In purity, tisztaságban. We will listen. Hallgatunk, figyelünk. With concentration, összpontosítással. We will be glad in you. Örvendezünk te benned. Rejoice in you. Örvendezünk benned. It is not silly. Ez nem bolondság. It is not foolish. Nem ostoba. It is not empty. Nem üres. It is our life. Ez az életünk. Thank you, Lord. Köszönjük, Urunk. In Jesus' name. Jézus nevében. Amen. 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 Would you stand with me, please? Kérlek, álljatok fel.